A Kodolányi János Egyetem hallgatói oktatói vettek részt a felsőoktatási intézmény tematikus hetének civil szervezetekről szóló előadásán. Kovács László oktatási rektorhelyettes szerint a munkavállalás miatt fontos, hogy a szervezetekkel, a lehetőségekkel megismerkedjenek a fiatalok. Nagyon sok országban az önkéntesség, a civil mozgalmakban való részvétel, az a CV-nek olyan része, ami a munkavállaláshoz szinte elengedhetetlen. Szeretnénk ezt a kultúrát Magyarországon is megteremteni, és ezzel kapcsolatban az őszi fél évben a Kodolányi János Egyetem tervez is egyébként egy szabadon választható előadást, amelyet a miniszterelnökség civil kapcsolatokért felelős államtitkárságával együtt fogunk lebonyolítani. Ennek egy bevezető előadására kerül sor ma. Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében a civil szervezetek jelentőségéről beszélt. Mint mondja, fontos, hogy a fiatalok önkéntes munkát vállaljanak. Jó lehetőség a rendezvény arra, hogy a hallgatók megtalálják, hogy miben szeretnének segíteni. Magyarországon közel 60 ezer civil szervezet működik, szerepük pedig egyre nagyobb hazánkban. Erről már Szalai Bobrovnicki Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számolt be a hallgatóságnak. Mi, mint a civil ügyek és felelős helyettes államtitkárság, számos lehetőséget nyújtunk számukra, illetve hát, amiről a mostani esemény szól, az az, hogy a fiatalok számára is bekapcsolódási lehetőséget szeretnénk kínálni a civil szervezeti életbe. Erről szólna az a szeminárium, amit itt tervezünk a Kodolányi Egyetemen, hogy a fiatalok számára minél vonzóbbá tudjuk tenni a civil életet, minél vonzóbbá tudjuk tenni azt a lehetőséget, hogy a civil életbe helyezkedjenek el. Most már ez a projekt működik két egyetem, illetve három egyetem, bocsánat, Miskolc, Gödöllő és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A helyettes államtitkár hozzátette, a Kodolányi Egyetemen is lesz egy civil szak, amelynek végzéséért kreditpontok járnak majd. A hallgatók a tematikus hét programján megismerhették a civil szervezetek működését, hogy mi minden szükséges egy új indításáért, és Smile mentőtacskóval, az életjel mentőcsoport munkájával is megismerkedhettek.